Szeretettel köszöntünk a Nemzetközi Harry Potter nap alkalmából meghirdetett rajzpályázatunk eredményhirdetésén. Nos, azt kértük tőletek, hogy rajzoljátok le a kedvenc Harry Potter jeleneteteket, és írjatok egy tanulságos üzenetet rá. 85 alkotás érkezett, aminek nagyon örülünk. Ez sokkal több, mint amire számítottunk. Eredetileg 2 korosztályt hirdettünk meg, de a beérkezett pályaművek korosztálybeli aránya, vagy inkább aranytalansága miatt a 8-tól 11 éves korosztályt ketté bontottuk. Így az értékelésnél az alábbi 3 korosztályba soroltuk be a remek műveket. 8-tól 9 évesek, 38 alkotás érkezett, 10-től 11 évesek, 24 alkotás tartozik ebbe a korosztályba, és a 12-től 15 éves korosztálytól pedig 23 pályaművet kaptunk. Ennek megfelelően a nyeremények is módosultak. 2 helyet 3 darab 10.000 forint értékű Libri ajándékkártyát ítéltünk oda a kategória győzteseknek. Meg kell, hogy mondjuk egyáltalán nem volt könnyű dolgunk, hiszen számtalan kiemelkedő remek mű érkezett, majd mindjárt meglátjátok, hiszen az összes pályaművet már is megmutatjuk nektek. De mi alatt gyönyörködtök bennük, lesz egy kis dolgotok. Emlékeztek, van egy 5.000 forint értékű Libri ajándékkártyánk, amelynek a gazdáját ti határozhatjátok meg. Nézzük is, hogyan tudtok szavazni. Minden pályamű egy sorszámot kapott, melyet a jobb felső sarokban találsz. Annyi a dolgod, hogy kiválasztasz egyet a 85-ből, amelyik szerinted megérdemli, hogy megnyerje a közönség díjat. Miután a zsűri által kiválasztott nyertesek is a 85 kiállított pályaművek között vannak, és a nyerteseket csak a videó végén hirdetjük ki, ezért arra kérünk, hogy írj fel több sorszámot is, hiszen azokra majd nem szavazhatsz, akiket a zsűri díjaz. Mindenki csak egy alkotásra szavazhat, melynek csak a sorszámát kell itt a YouTube videó alatt hozzászólásként megadni. Szavazni május 7-e éjfélig lehet. A közönségdíjast pedig május 8-án vasárnap fogjuk kihirdetni a Facebook oldalunkon. És akkor, ha készen álltok, már mutatjuk is a pályaműveket. Thank you.
Nos, végére értünk a kiállításnak, és most megmutatjuk, hogy kiket választott a zsűri. A 8-9 éves korosztály győztese Herner Attina. A 35-ös sorszámmal állítottuk ki őt, tehát a 35-ös sorszámra már nem lehet szavazni. Szeretettel gratulálunk, Attina! A 10-11 éves korosztály győztese az 59-es sorszámmal kiállított Szarka Zoé. Szívből gratulálunk! És a 12-től 15 éves korosztály győztese pedig Szentpéteri Bianca, akit a 74-es sorszámmal állítottunk ki. Szeretettel gratulálunk neked is, Bianca! Még egyszer szívből gratulálunk a győzteseknek. Kérjük, küldjétek el e-mailben a címeteket, ahová 10.000 forint értékű Libri ajándékkártyát küldhetjük nektek. Látjátok a nyertes művek sorszámát, ezekre már nem szavazhattok. De reméljük, mostanra már megvan a személyes kedvencetek, akinek a sorszámát várjuk a videó alatt. Csak egy sorszámra szavazhatsz, és csak egyszer. Köszönjük szépen a rengeteg pályaművet, és hogy végignéztétek a kiállítást, és hogy szavaztok. Ha még nem tettétek volna meg, iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, hogy értesíteni tudjunk pályázatainkról, projektjeinkről. Köszönjük, és sziasztok!